Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Bővítik az implomot. Egy szomszédos ingatlant vásárol meg az önkormányzat. Bemutatták az új gátfalat. Mobil védelmi rendszert állítottak fel a kettős körösön. Újra téma a vagyonnyilatkozat. Kónya István szerint továbbra sem stimmel Bott Tamás irata. Gyulától tanul Fehérvár. Virágos tapasztalatcserére érkezett városunkba egy küldöttség. Sok horgász, sok hal. 30 kg-ot fogott a győztes a Munkácsi tavon. Dalok régről és nem régről. Nagy sikerű koncertet adott Presser Gábor a Művelődési Házban. Bővíti a város az implomiskolát. A képviselőtestület úgy döntött, egy Somogyi utcai ingatlan megvásárlásával teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a szüneteket minden diák a szabadban töltesse. Ez a nap híre. Kevés a hely az implomiskola udvarán. Bár a több mint 600 diákkal bíró intézmény a közelmúltban több százmilliós ráncfelvarráson esett át, emiatt az udvar területe viszont a harmadára csökkent. Több mint 600 tanulónkat egy rotációs rendszerben tudjuk leengedni minden nap az udvarra. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk biztosítani, hogy óránként szabad levegőn minden gyermek időt tölthessen. Ez a lehetőség megteremti a feltételeit annak, hogy a gyerekek szabadon birtokba vehessenek egy ennél jóval nagyobb udvart, és céljaink szerint ezáltal növekedni fog a zöld területek aránya is. Várostörténeti jelentőségű döntésként értékelte a terület megvásárlását Görgényi Ernő. A polgármester kiemelte, ha most nem vették volna meg az iskola mögötti utcában lévő ingatlant, akkor lehet, hogy évtizedekre megszűnt volna az implom bővítésének a lehetősége. Az eladó 18 millió 200 ezer forintos ajánlatot tett, amit mi elfogadtunk. A forrása pedig a Beneház eladásából származik, ezzel azt az elvet képviseljük és valósítjuk meg a gyakorlatban is, amely szerint városi tulajdon ingatlan eladásából származó pénzt városi ingatlan fejlesztésre kell visszafordítani, hogy ne csökkenjen, hanem gyarapodjon a városnak a vagyona. Ráadásul a Bene család annak idején kulturális célból hagyta a városra a vagyonát, és miként lehetne a kultúrát nemesebben szolgálni, mint hogyha oktatás-nevelésre költjük ezt a pénzt a jövő generáció kultúrájának a gyarapítására. Az ingatlan megvásárlása nem csak az iskola ügyét szolgálja, hanem várhatóan az erre közlekedők is jól járnak. A lehetőségünk nyílik, hogy a Bacsó Béla utca, illetve itt a Somogyi Béla utcán zárcsapadék vízelvezető rendszert építsünk ki, illetve megfelelő parkolókat és párhuzamos parkolás segítségével az iskolába érkező szülők kényelmesen el tudnak helyezkedni, illetve nem szabad elfelejteni, hogy hamarosan átadásra kerül majd, még ebben az évben várhatóan a munkahelyi központ. Itt meg fog növekedni a forgalom itt a Somogyi Béla utcán, és az ide érkező emberek, akik ügyeiket fogják intézni itt, nyugodtan tudnak parkolni. Az 1026 négyzetméter megvásárlására a képviselőtestület csütörtöki ülésén mondott igent. Békésnél a kettős körös hullámterében mutatták be a magyar fejlesztésű mobil árvízvédelmi gátfalat. A csütörtöki helyszíni sajtótájékoztatón elhangzott, ez a gátfal számos előnnyel bír a hagyományos homokzsákos árvízi védekezéssel szemben. Gyorsan felépíthető, körülbelül 50-szer újrahasználható és biztonságosabb, mert a gáttestet egy 4-5 méter szélességű lepel védi az átázástól, ugyanakkor alacsonyabbak a védekezés költségei. Szerelése egyszerű, egy kamion rakománya elegendő egy 1000 méter hosszú gátanyag megépítéséhez. Bak Sándor, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője kiemelte, a mobil flexibilis gát akkor használható előnyösen az árvízvédelemben, ha egy védművet nehezen megközelíthető helyen és gyorsan kell felépíteni. Az igazgató hangsúlyozta, az új fejlesztésű rendszer alkalmazásához szemléletváltozásra volna szükség. Jelenleg ugyanis, ha árvízhelyzet van, a szakemberek elvégzik a vízvédelmi munkákat, ezt finanszírozza a költségvetés. A mobil gátfal alkalmazásához azonban előzetes beruházásra lenne szükség. A Fidesz gyulai elnökségi tagja Kónya István sajtótájékoztatón szólította fel Bott Tamást, az Együtt és az MSZP képviselőjét, hogy módosítsa a vagyonnyilatkozatának a megtakarításaira vonatkozó részét. Az érintett szerint a vagyonnyilatkozat rendben van. Ismét Bott Tamás vagyonnyilatkozata, illetve jövedelmi viszonya volt a témája Kónya István a gyulai Fidesz elnökségi tagja sajtótájékoztatójának. Kónya István emlékeztetett arra a kérdésre, hogy miből él Bott Tamás, az Együtt MSZP képviselője azt nyilatkozta, 25 éves megtakarítása
kvalitásaiból és a szerény képviselői tiszteletdíjából. Ám a megtakarítás összege nem szerepel a képviselő vagyonnyilatkozatában. A helyi Fidesz ezért hiánypótlásra szólítja fel az érintettet. A Fidesz gyulai csoportja felszólítja Bot Tamás képviselő urat, hogy április 30-áig a jogszabályi előírásoknak megfelelően és az eljárási rendet betartva módosítsa vagyonnyilatkozatát, ami a megtakarításaira vonatkozik. Ellenkező esetben, hogyha ezt nem teszi meg, akkor Gyulaváros önkormányzatának humán és társadalompolitikai bizottságánál kezdeményezni fogjuk a vagyonnyilatkozatának a felülvizsgálatát. Bot Tamás ezzel kapcsolatban úgy reagált, politikai sárdobálásnak tartja az ügyet, megítélése szerint a vagyonnyilatkozattal minden rendben van, csupán megfelelő pénzügyi ismeretek szükségesek az értelmezéséhez. A modern pénzügyi megtakarítások, most akkor próbálom ABC szerint elmagyarázni, azok tőkerészből, illetve hozamrészből állnak, de ezek nagyon rugalmasak, nagyon flexibilisek, egyszerre be lehet tenni, egyszerre ki lehet venni, függetlenül a lejárat idejétől, ezek így működnek. Ezek nem mától működnek, így ezek már 10-15 éve így működnek, és az, ami az én vagyonnyilatkozatomban szerepel, az úgy igaz, akár elhiszi a Fidesz, akár nem, ez az igazság. Bot Tamás azt mondta, áll a Humán és Társadalompolitikai Bizottság esetleges vizsgálata elé. Tapasztalatcserére érkezett városunkba egy székesfehérvári küldöttség. A gyulai szakemberek abban segítenek a királyok városából érkezett delegációnak, hogy hogyan készülhetnek fel előbb hazai, majd optimális esetben a nemzetközi virágos versenyre. Tapasztalatcserére érkezett városunkba egy székesfehérvári delegáció. A találkozó célja a Virágos Magyarországért országos környezetszépítő verseny tapasztalatainak megosztása volt, melyen a fürdőváros 2013-ban első helyezést ért el, majd az azt követő évben képviselhette Magyarországot az Európai Virágosítási Versenyen. Ezen aranyminősítést szerzett városunk. Most ellátogatott hozzánk Székesfehérvárról egy delegáció. Legtöbb tagja a városgondnokságnál dolgozó szakember, illetve a polgármesteri hivatal szakemberei, és arról tájékozódnak, tanácskozunk, hogy ez a felkészülés, ez hogyan zajlott, hiszen ők is szeretnének majd indulni ezeken a versenyen, és az országos virágosítási verseny megnyerése után ugye ők is oda kerülhetnek esetleg, hogy az európai megmérettetésen részt vegyenek. A zsűri nem csak azt vizsgálja, hogy milyen virágokat ültet ki egy-egy település, hanem azt is, hogy mekkora szerepet kap a megújuló energia, mennyire védik a környezetet, de szempontként szerepel a városfejlesztés, a vizek állapota és a hulladékgazdálkodás is. Én azt gondolom, hogy az egész ország változásával együtt Székesfehérvár is azért nagyon dinamikusan fejlődik, rengeteg fejlesztésünk van, rengeteg közterületi új intézmények, új sportlétesítmények, tehát Székesfehérvár egy eléggé dinamikus fejlődés útján áll. Ezt szeretnénk leginkább az itteni tapasztalatokat arról meghallgatni, hogy ezt a szerintünk nagy fejlesztést hogyan tudjuk a legjobban bemutatni mind az országos, mind a nemzetközi zsűrinek. A személyes megbeszélés után az európai zsűrizés útvonalán ment végig a delegáció, ahol egy idegenvezető segítségével megtekinthették azokat a fejlesztéseket, amivel a fürdőváros felkészült a versenyre. Bár az időjárás nem volt túl kegyes a résztvevőkhöz, komoly érdeklődés mellett rendezte meg a napokban tavaszi versenyét a Munkácsi Horgász Egyesület. A megmérettetésen a győztes 30 kg halat fogott, a legnagyobb példány meghaladta a 6 kilót. Nem fogadta kegyeibe az időjárás a hétvégi horgászverseny résztvevőit a Munkácsi tavon. Ezt a verseny mindig ilyenkor a tavasz beköszöntével rendezi meg az egyesület, melyre most is nagy volt az érdeklődés. Annak érdekében, hogy a versenyzők ne zavarják egymást, 100 főben limitálták a megmérettetés résztvevőit a szervezők. A szabályrendszer nem tért el a korábbiakban megszokottaktól, most is minél több halat kellett fogni, maximum 2 bottal, úszós vagy fenekezős készséggel. Minden hal számít nálunk a versenyen, az az igazság, hogy a súly számít, az összsúly fog a végeredménybe belemenni, illetve az, hogy aki a legnagyobb halat fogja, az külön díjban részesül. Ja, a leggyakoribb haltípus, amit fognak ilyen. Természetesen a ponty. Amúrt is fogtak, van már egy 7 kilós amúrunk is, amit fogtak, illetve vannak gyerekhorgászaink is, a hölgyeket is külön díjazzuk, tehát a hölgyversenyzőink is külön díjazásban részesülnek majd.
Ott jártunk, kor volt, akinek már több hal is horogra akadt. A csali mini bojli volt, a bot pedig féder. A verseny elkezdése után egy fél órával jelentkezett az első pont, utána a következő még rá 15 percre, és azóta az időjárásnak köszönhetően nem nagyon van kapás sajnos. Az időjárás nagyban befolyásolja a halak étvágyát, a mostani hűvös idő úgy tűnik szerencsét hozott a pecásoknak. A horgásznak semmi idő nem jó, mert ha meleg van, az a baja, ha fúj a szél, hideg van, az a baja. A halnak sem lehet tudni, hogy igazándiból melyik az az időjárás, ami megfelelés jó lenne, viszont most elég sok halat fognak azért a versenyzők. A versenyt felnőtt férfi kategóriában dr. Bányai Tibor nyerte 30 kg-mal, a hölgyeknél Hége Imrénél 27 kg-mal lett az első, a gyermek kategóriában pedig Vidó Rolandnak sikerült győznie 20 kg-mal. A legnagyobb hal közel 7 kilós volt. Dalok régről és nem régről. Ezzel a címmel adott koncertet Presser Gábor a Művelődési Házban. A dalszerző előadó művész az esten egyfajta keresztmetszetet mutatott be pályafutásának legfontosabb műveiből. Presser Gábor a tőle megszokott profizmussal és alázattal nyújtott a közönségnek egy olyan estet a Művelődési Házban, ahol azokból a dalaiból próbált egy kivonatot nyújtani, ami többféle arcát mutatja meg. Nem maradhatott ki a képzelt riport, a padlás, felcsendültek omega nóták, természetesen itt volt a Kékasszony, és az ugye mi jó barátok vagyunk is, és még néhány LGT dal is. A legnehezebb az volt a repertoár összeállításában, hogy mi maradjon ki. Ez egy ilyen vázlatos keresztmetszet, mert végül is ebbe a mondjuk másfél-két órában hát annyira sok nem fér, mint amilyen régi gyerek vagyok már, úgyhogy igyekeztem valahogy úgy összeállítani, hogy legyen azért ez egy valamennyire áttekinthető kép. Az est vendége Falusi Marian énekes volt, aki a számára írt és más Presser dalokat adott elő. Azt mondta, külön öröm volt, hogy ez Presser Gáborral teheti. Már a tavalyi évben is elég hosszan turnéztunk a Pici bácsival, sőt a tavaly előtti évben is. Ő játsza a csodálatos dalait, és nekem abban az örömben van részem, hogy ezekből hatot elénekelhetek, hat lassú balladát természetesen, és néha én vagyok a vendége a koncert körötjeim. A művész koncertjei mellett most nagy erőkkel dolgozik a Víg Színházban, ahol ismét repertoára tűzték a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című darabot Szász János rendezésében. Kész van ez a darab 30, mit tudom én, 5 éve vagy mióta, de most egy olyan rendező jön, aki természetesen nem ugyanazt gondolja erről a darabról, meg erről a főszereplőről, nem ugyanazt gondolja, amit gondolt 30-valahány évvel ezelőtt Marton László, ráadásul nem ugyanazt gondolja, mint amit az író akkor úgymond sugalt a Martonnak, hiszen a Fejes Endre akkor napjában bent volt a színházban, mint egyfajta dramaturg dolgozott velünk. A Szásznak meg van egy egészen másik látás mondja ebben a dologban, és ő a periratokból indul. A több mint két órás koncert végén a közönség együtt énekelt az előadókkal. Számos napirenddel kapcsolatban született döntés a Városi Képviselőtestület csütörtöki sorosülésén. A grémium elfogadta az önkormányzat cégeinek beszámolóját és üzleti tervét, emellett a város több pályázatot nyújt be. Rövid hírek következnek. Az interpellációk és kérdések órája után a testület támogatási szándékát fejezte ki Weber Csaba rendőr alezredes június 1-i hatállyal történő kivenevezéséről a gyulai határrendészeti kirendeltség vezetői posztjára. A testület elfogadta a Gyulai Közüzemi Kft., a Turisztikai Kft., a Várfürdő és a Gyulahús Kft. 2014-es beszámolóját és 2015-ös üzleti tervét. A Várfürdő 37 milliós, még a Gyulahús Kft. 161 milliós nyereséggel zárt. Jóváhagyta a grémium a Gyulai Termál FC és a Gyulasport Kft. Taós pályázatból megvalósítandó beruházásait, és döntöttek az Implomiskola melletti ingatlan megvásárlásáról az intézmény területének bővítése érdekében. Az ülésen több pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők. Durkó Károly interpellációjában a Dózsa György úti volt Béresféreház életveszélyes állapotára hívta fel a figyelmet, melyel kapcsolatban már évekkel ezelőtt is élt jelzéssel a város felé, ám idáig ebben nem született előrelépés, pedig az ingatlan állapota ezt megkövetelni. Buszsofőrök keresték
ítélték meg Bot Tamás képviselőt, aki azzal kapcsolatban interpellált, hogy a közlekedési társaság átszervezése őket hátrányosan érinti, a jövedelmüket és egyéb juttatásukat illetően, ezért még a felmondásukat is kilátásba helyezték, ha nem változik a helyzet. Közel 10 millió forint értékben nyújt be pályázatot a város annak érdekében, hogy a nagy értékkel bíró Scherer Ferenc Gyulaváros története első-második kötetét ugyanolyan minőségű reprint kiadásban megjelentessék. Véleményezte a testület a nevelési intézmények vezetői pályázatait, az implomiskola élére az eddigi vezető Kertes Gabriella pályázott, aki a testület támogatását is bírja. Az ötös számú általános iskolánál szintén az eddigi vezető Szabadosné Bécsi Katalin adta be pályázatát, a testület őt is támogatta, mint ahogy a Bai iskola esetében is, ahol Szabóné Bohus Márta indult a posztért. A Dürer iskolába az eddigi vezető Juhászné Petri Hajnalka és Zámor Éde adott be pályázatot, itt az utóbbi jelöltet támogatta a testület. Ugyanígy az alapfokú művészeti iskola esetében is ketten indultak a vezetői posztért, Gyalog László és Cirok Mihály, itt az eddigi vezetőt támogatta a testület. Évek óta gondot okoz a városban, hogy ugyan alapfokon az implomiskolában jól működött a német nemzetiségi nyelvoktatás, de a 8. osztály befejező diákok problémákkal szembesültek. Középszinten a településen nem volt olyan a képzés, hogy ők az addig megszerzett tudást zökkenőmentesen építhették volna tovább. Ez a helyzet változhat meg azzal, hogy az Erkel gimnáziumban megerősítik a német nyelvoktatást. A Kinedok elnevezésű dokumentumfilmvetítés sorozat keretében a karácsonyi iskola diákjai tekinthették meg az 1989 Határon című alkotást. A film bemutatását megelőző sajtóbeszélgetésen az alkotók elmondták, nagyon fontosnak tartották, hogy ezt az időszakot egy olyan szemszögből is bemutassák, ami máshol nem hozzáférhető. A dokumentumfilmben tulajdonképpen két egymással szorosan összefüggő szál fut. Az egyik az utolsó MSZMP-s miniszterelnök Németh Miklós portréja, a másik pedig egy az NDK-t elhagyni kész fiatal pár története. A karácsonyi gimnáziumban évek óta fontos szerepet tölt be a mozgókép kultúra és médiaismeret tanítása. Az iskola vezetés ezért is döntött úgy, csatlakozik a programhoz, mert a gyerekek így olyan filmeket is láthatnak, amikhez egyébként nem férnének hozzá. A karácsonyi gimnázium a felkínált alkotásokból 8 filmet választott ki, melyeket jövő márciusig vetítenek le az intézményben. Szép volt a lövés, és az egészen kicsik is ügyesen kerülgették a bójákat. Mozogsz egy helyben. A Bozsik program egyik fontos állomása zajlott a napokban a Gyulai Grosics Akadémián. Az 5-7 és a 8-9 évesek számára megrendezett programon a játékosság, a sport megszerettetése kapta a főszerepet. Nyugodtak lehetnek a szakemberek, ha a Bozsik programot a Grosics Akadémián szervezik, jelentette ki Tóth Márton. A Gyulai Akadémián közel 100, Gyulai és a környező településekről érkezett gyermek vett részt a labdás foglalkozásokon. A rendszeres programok számukra lehetőséget teremtenek arra, hogy jó körülmények között mozogjanak, de ezek az alkalmak azért is hasznosak, mert a szakemberek felfigyelhetnek a legtehetségesebbekre. 6500 doboz adózatlan cigarettát találtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei egy személygépjárműben. Az előkerült 5,5 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták és büntetőeljárást indítottak. A NAP pénzügyőrei Kondoros belterületén tartottak közúti ellenőrzést és megállítottak egy magyar rendszámú Fiat teherautót. A pénzügyőrök tüzetesen átvizsgálták a járművet és a raktér ponyváját felnyitva üres műanyagrekeszeket találtak, melyek között fekete nájlonzsákokba rejtve összesen 6500 doboz különböző márkájú feltételezhetően csempészett magyar adójegy nélküli cigaretta lapult. A pénzügyőrök a több mint 5,5 millió forint értékű szállítmányt, valamint a járművet lefoglalták, a pénzügyi nyomozók az ügyben orgazdaság miatt indítottak eljárást. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki égő cigarettacsikket dobott el egy házban Sarkadon. Az 54 éves B. Károly január 1-én 22 óra körül a Hajdú utcába ment be egy lakatlan házba. Ott dohányzott, majd az égő cigarettacsikket olyan helyre dobta el, ahol ruhaneműk, szivacsok és egyéb éghető anyagok voltak. Az épületben a kirendelt igazságügyi szakértő véleménye szerint 1 millió forint kár keletkezett. A sarkadi rendőrkapitányság a nyomozást lezárta, az iratokat vádemelési javaslattal Gyulai járási ügyészségre továbbította. Április 24-e Szent György napja, aki a legenda szerint megölte a sárkányt és kiszabadította fogságából a királylányt. Ő a rendőrség védőszentje is, a rend, a jogszerűség meggyőződéses védelmezője, szimbolikusan a gonosz, a bűn minden alakjának üldözője és legyőzője.
1992 óta a magyar rendőrség ünnepe a Szent György nap. Ennek aprópóján azt kutattuk, hogy a rendőrök vajon mennyire vannak nálunk megbecsülve. A fizetése egy nulla, és a legstresszesebb meló Magyarországon, úgyhogy mint a börtönőrök. Onnan mondom, mert nekem anyum is börtönőr, meg apom is az volt, és nem éri meg. Nem nagyon, megmondom őszintén. Nem nagyon tartják őket tiszteletben, pedig nagyon nehéz munkát végeznek, különösen amit hall az ember a tévébe, gyilkolás, verekedés. Gyerekkoromban nagyon tiszteltük őket. Most is, ha meglátok egy rendőrt, akkor szinte ereszketek, mert tudom, hogy azért vannak, hogy minket megvédjenek. Én szerintem a tűzoltóság nincs annyira megbecsülve, mert nagyon sokat dolgoznak, és kevés bérért. Én legalábbis úgy tájékozódtam a tévét, ahogy nézem. Tehát én azt hiszem, hogy a rendőrségről nem tudnék nyilatkozni, de a tűzoltók azok igen, igen, igen. Sokat dolgoznak, nagyon veszélyes a munkájuk, és kevés a fizetésük. Győzelmet vár csapatától a Balmazújváros ellen a Szeged Gros és Gyulai játékosa Olá Gergő. Lapszemle következik. Csak csipegetik a szamócát. A fólia alatt termesztett hazai földie per kilóját 1200 forintért árulják a piacon, írta a Gyulai Hírlap. Az újság által megkérdezett árus azt jósolta, heteken belül mérséklődhet a gyümölcs ára. Ma van Szent György napja. Eleink ezen a napon hajtották ki az állatokat a legelőre, írta a Csabai Mérleg. Ezt a napot Európa nagy részében a tavasz kezdetekén tartották számon. Győzelmet vár Olá Gergő. A Szeged Grosics szombaton a sereghajtó Balmazújvárost fogadja az MB2-ben, írta a klub honlapja. A Gyulára hazaköltöző játékos szerint bár a középmezőnyhöz tartozó hazai együttes 3 vereséggel a háta mögött lép pályára, az eddig mutatott teljesítmény alapján van miből erőt meríteni. Megújult a tokai görögkatolikus templom. A napokban került sor a külsejében látványosan megújult tokai görögkatolikus templom renoválás utáni szentelésére, írta a Magyar Kurír. A szentelést orosz Atanász püspök végezte, aki kiemelte. Tokaj legrégebbi temploma sok éves méltatlan állapota után újult meg külsejében. A hétvégén elszórtan eshet kevés eső, alapvetően meleg idő lesz. Hétfő éjjel érkezhetnek záporok, kedden pedig kétnapos lehűlésre lehet számítani. Szombaton általában napos, éjjel viszont gyengén felhős idő lesz. Legfeljebb elvétve fordulnak elő kisebb záporok. Mérsékelt napközben kissé élénk, délies irányú szél fúj. Tovább melegszik az idő. Éjszaka 8, nappal 24 fokra számíthatunk. A folytatásban vasárnap átmeneti, erős felhősödések, elszórt, mérsékelt záporeső mellett meleg idő várható. A hőmérséklet 12 és 21 fok között valószínű. Lássuk még egyszer mai híreinket. Bővítik az implomot. Egy szomszédos ingatlant vásárol meg az önkormányzat. Bemutatták az új gátfalat. Mobil védelmi rendszert állítottak fel a kettős körösön. Újra téma a vagyonnyilatkozat. Kónya István szerint továbbra sem stimmel Bott Tamás irata. Gyulától tanul Fehérvár. Virágos tapasztalatcserére érkezett városunkba egy küldöttség. Sok horgász, sok hal. 30 kg-ot fogott a győztes a Munkácsi tavon. Dalok régről és nem régről. Nagy sikerű koncertet adott Presser Gábor a Művelődési Házban. A Gyula TV híradóját látták, most az értékőrzőt tekinthetik meg. További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!